A közbiztonság javítása érdekében korszerűsítik a kamerarendszert Szerencsen. 4 új eszközt helyeztek ki az elmúlt időszakban az Aranka tetőre, amellyel már több mint 50 darabra nőtt a térfigyelők száma a városban. A 4 darab új kamera kihelyezésére azért volt szükség, mert az elmúlt években pályázati forrásból ültetett mandula és birsalmafák termését ismeretlen személyek engedély nélkül leszüretelték. A 4 új eszköz legfőképpen az ültetvényeket fogja figyelni, azonban a kilátó is a látóterébe kerül majd a rendszer. Ezzel a lépéssel az a célja a helyi önkormányzatnak, hogy megmaradjon a környéken a nyugalom és a békesség. Az elmúlt héten helyeztünk üzembe 4 kamerát az Aranka tetőn, ahol az a pihenőpont és a környékén lévő szintén pályázatból telepítettük a mandulást és a birsalmafákat, rendezve ott az Aranka tetőn a viszonyokat, de tudjuk azt, hogy emberből vagyunk, tehát néhány honfitársunk az kísértésbe esik, és hogy meg tudjuk védeni ezeket a területeket, muszáj, hogy kamerával megfigyeljük. Városban egyébként ezzel 53 kamera van, amely ebben a pillanatban körülbelül 80%-a kielégíti az igényeket, tehát megfelelő információt szolgáltat. Azt ígértem a legutóbbi testületülésen, hogy néhány héten, egy bő hónapon belül a maradéknak is el fog dőlni a sorsa. Jelen pillanatban végzi egy vállalkozás ennek a felmérését, rendbetételét, hiszen korábban nem volt teljes figyelem ezen a téren. Tehát azt ígérhetem, hogy körülbelül 3-4 héten belül le fogunk ülni a rendőrséggel, az illetékes kezelő vállalkozással, és meg fogjuk azt beszélni, hogy melyek azok a kamerák, amelyeket az idő vasfoga már megevett, amelyeket cserélni kell, és ezeket legkésőbb a jövő év elején ki fogjuk cserélni. A városban a jelenleg is működő kamerarendszert egy vállalkozó megvizsgálta, amelyek jó műszaki állapotban voltak, azokat rendbe tették, vagy éppen megjavították, a rosszakat pedig a tervek szerint cserélik. A rendszer végpontja a Szerencsi Rendőrkapitányságon van, ahol egy rendőr folyamatosan figyeli a kamerák képeit. A felvételek kezelése törvényi szabályozás szerint történik, szigorú adatkezelés mellett. Szerződésünk van a Szerencsi Rendőrkapitánysággal. Szerencs városa több millió forinttal támogatja azt, hogy itt legyen egy kolléga, aki figyeli, illetve szükség esetén visszakeresi a felvételeket, segítséget nyújt esetleg a nyomozásban, és ezen keretén belül a szerződést néhány hónappal ezelőtt kiegészítettük azzal, hogy az idén itt is elhelyezésre kerül, a rendőrségnek az udvarán kapuját fogja megfigyelni, udvarát fogja megfigyelni, sőt a területen kívülre is fog a kamera pásztázni, ide is kamerák lesznek felszerelve. Ebből a támogatásból, amit a város ad, örömmel adjuk ezt is, hiszen ezzel is bővül a kamerarendszer. Tehát én úgy gondolom, hogy a következő néhány évben sem fog megállni, hanem bővítjük, és az új kamerák azok nagyon jók, tehát nagyon jó minőségben tudják segíteni például a rendőrség, polgárőrség munkáját, és így a városnak a munkáját is. A térfigyelő rendszer fontos egy település életében, amely elsősorban a közterületeken található értékek, a magántulajdon és a közbiztonság védelmét szolgálja. A biztonsági eszközök a rendőri jelenlétet nem helyettesítik, de a prevencióban és a bűncselekmények felderítésében bizonyító erővel rendelkeznek.